Miskolc város lakóinak sajnos lassan el kell azon gondolkodniuk, hogy lesz-e számozott utcai szomszédjuk. Ugyanis Miskolc város legutóbbi testületi ülésén a város balos, jobbikos városvezetése úgy döntött, hogy a számozott utca lakóit integrált lakókörnyezetbe kell költöztetni. És akkor itt idéznék is az előterjesztésből. Az önkormányzat középtávú városfejlesztési elképzeléseinek megfelelően a számozott utcák egy részét magába foglaló területen magas komfortfokozatú lakóvezetet kíván kialakítani. Az egyeztetéseket követően elkészült egy egyedi szerződéstervezet, amely az alábbiakat részletezi, szabályozza. Megfogalmaz az együttműködés célját, amely alapján az Egyesület a megállapodás időtartama alatt az eddigi szociális munkája irányvonalát megváltoztatva elkezd az úgynevezett Máltai terület jelenleg lakóbérlőinek a felkészítését az integrált területre történő kiköltöztetésre. Nyilván nagyon sok kérdés felmerül ezzel kapcsolatban, amit a testületi ülésen fel is tettem. Először is kértem, hogy azt a szerződést, amiről itt írnak, és ami egyébként nem lett csatolva az önkormányzati előterjesztéshez, hogy azt hagyj kaphassák meg Miskolc város önkormányzati képviselői. Illetve feltettem azt a nagyon fontos kérdést, hogy vajon melyek lesznek ezek az integrált városrészek. A Miskolcnak mely területei, mely utcáiba várhatóak ilyen beköltözések. Sajnos a kérdések egy jelentős részére nem kaptunk választ. Azt tudjuk, hogy ezt a projektet a Máltai fogja végigvinni Miskolcon. Azonban az alpolgármester asszony válaszából az derült ki, hogy még a jelenlegi városvezetés sem tudja, hogy melyek lesznek ezek az integrált településrészek, melyek lesznek azok az utcák, ahova majd érkezhetnek a számozott utcáról a beköltözők. Azt gondolom, hogy ez azért hatalmas felelőtlenség a városvezetés részéről, hiszen elindítani egy folyamatot, aminek a végét nem ismerik, az azt gondolom, hogy ez kifejezetten felelőtlen. Ráadásul úgy, hogy azért ez a folyamat, ez komoly problémákat okozhat. Jó magamnak alapvetően a régi fészekrakó program az, ami beugrik, és bizony tudjuk, hogy itt nagyon komoly problémák is lehetnek, hiszen hogyha egy renitens család költözik valaki mellé, aki nem tudja vagy nem akarja betartani a közösségi együttélés szabályait, akkor bizony ott komoly problémák lesznek, és a lakóingatlanok értéke is akár felére, harmadára eshet vissza. A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik ezzel az eljárás ellen, természetesen nem szavaztam meg a testületben, és ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre a miskolciak válaszokat kapjanak, a Máltaihoz fogok írásbeli kérdésekkel fordulni. És természetesen az ügynek lesz folytatása.